És tart, elindul a nap harmadik futama, nem sikerült mindenkinek tökéletesen az indítás, aki helyből gyors, az Tonale, illetve Saint Empire. Tonale, Saint Empire, ők ketten, akik ott vannak a frontban, és nagyon jól kezdett még Rue Crébillon is. Ők azok a lovak, tehát akik ott vannak, ott lehetnek a frontban, és diktálják a tempót, valamint Day, Homoki Norberttel helyből nagyon gyors, tehát ő az, aki elmegy vezetni most már az első 100-150 méter megtétel után az átjáróhoz érve. Saint Sabina is jól tartja magát a középmezőny elején, ráadásul a falon tud helyezkedni, és sokat jelenthet majd a számára. Five for Glory pedig egészen kívül helyezkedik, tehát neki ilyen szempontból majd nehezebb dolga lesz, és aki ki van szakadva, az Elliot, a többiek egészen szépen együtt haladnak. Izgalmas lett majd az utolsó 6-700 méter. Féltávnál járva, Day nagyon-nagyon erős, a német import, a 2 éves Herrelt, ő az, tehát aki 3-4 hosszal is tudta növelni az előnyét, és Saint Sabina jól tartja magát ott a harmadik hely környékén, Saint Empire-t már erősen kell lovagolni, kívül megkezdi a zárkózást, Tonale ifjabb Kozma kezében, aki csak sétál, Day-t már lovagolni kell, lovagolják erősen Saint Empire-t, és ott a frontban egyértelműen Tonale az, aki a legkönnyebben halad, Tonale kézből fogja átvenni a vezetést, Tonale mögött pedig megérkezik Five for Glory, tehát két favorit küzdhet majd egymással, és bizony az erősen lovagolt Saint Empire is óriásit küzd egy jobb helyezésért, és elindulni látszik Melanie E.I. Átvette most már a 100-as táblánál a vezetés Five for Glory, tehát egy újabb változás, és nem csak hogy átvette a vezetést, hanem innentől kezdve már a versenyt is meg fogja nyerni. Five for Glory, ő a győztes.